Már egy évvel az országgyűlési választások előtt nyilvánosan is bemutatta egyéni országgyűlési képviselő jelöltjeinek felét a Mi Hazánk mozgalom, és hamarosan mindenki számára egyértelművé válik, hogy mind a 106 választókerületben állítunk egyéni képviselőjelölteket. Így a Fidesz urambátyám rendszere és a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömb mellett lesz harmadik út is a szavazólapon. A feltételek szigorítása miatt várhatóan három lista közül kell választaniuk az embereknek a jövő évi választásokon. Így lesz ott a nemzeti sorskérésekkel őszintén szembenéző Mi Hazánk mozgalom az ország minden pontján. De nem csak abban egyedi a Mi Hazánk, hogy egyetlen gyurcsánymentes ellenzékként az elmúlt 30 évet teljes egészében elutasítjuk, hanem például az egyetlen párt vagyunk, amely színvak elszámoltatást tűzött a zászlajára. Az elmúlt 30 év minden kormányának felelnie kell bűneiért, nem hunyhatunk szemet egyik oldal felelőssége felett sem. A Mi Hazánk képviselő jelöltjei vállalják, hogy bármely esetben lemondanak mentelmi jogukról, ha eljárás indul velük szemben, mert ezt egy politikusi privilégiumnak tartjuk, amire nincsen szükség. Egyetlen másik oldal képviselő jelöltjei sem merik ezt vállalni. Egyetlen lezárás ellenes párt is vagyunk a magyar közéletben, és egyedüliként tiltakozunk az oltási igazolvánnyal nem rendelkezők diszkriminációja ellen is. Elfogadhatatlannak és értelmetlennek tartjuk, hogy bizonyos szolgáltatásokat a honfitársaink fele ne vehessen igénybe. Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a koronavírus miatti lezárások is emberéleteket, életéveket követelnek. 5%-kal nőtt az elmúlt egy évben az öngyilkosságok száma. A sportolási lehetőségek észszerűtlen korlátozásának következtében körülbelül 50 millió kilogrammal nőtt a lakosság testsúlya, de említhetném azokat a honfitársainkat is, akiknek az egészségügyi ellátása meghiúsult a járvány miatt, az ő állapotuk is folyamatosan romlik az elhalasztott műtétek miatt, ahogy a szűrő vizsgálatoknak a hiánya is várhatóan 2,5-szeres halálozási arányt fog eredményezni, például a mellrákban szenvedők esetében. A gazdasági hatásokról is szót kell ejteni, a vendéglátó és a turisztikai szektor így is a haláltusányát vívja, az éttermeknek az egyharmada nagyjából nem is fog tudni kinyitni a járvány után. Óriási visszalépés lenne nekik, hogyha nem 10 millió, csak 4 millió ember vehetné igénybe azokat a szolgáltatásokat, amit a járvány előtt bárki megtehetett. Ekkora piac szűkítés további nehézségeket fog okozni számukra is, ami igazságtalan a Mi Hazánk mozgalom szerint, és a kormány érzéketlenségét mutatja. A kieső bevételeket a Mi Hazánk mozgalom szerint járványszolidaritási adóból kellene pótolnia a kormánynak, amit a koronavírus haszonélvezőire vet ki, a gyógyszergyárakra, a multinacionális tech óriás cégekre, a külföldi kereskedelmi láncokra és a kaszinókra.